No. Akkor még térjünk egy picit vissza a cseppfolyós nitrogénes kísérletekhez, két kísérlet erejéig. Megvan? Oké. Tegyük rá oda. A két kísérlet erejéig, az egyik kísérlet az lesz, hogy leveszem ezt a léggömböt. Emlékezzenek, hogy ez a léggömb ez mivel lett fölfújva? Széndioksziddal. Ezért aztán, hogyha elvégezzük azt a kísérletet, amit az előbb, akkor megnézhetjük, hogy ekkora léggömb felfúvása, mennyi, hány dekagram széndioksziddra van szükség. Semmi többet nem kell, csak fogja az ember, elkezdi leönteni, így. És ilyenkor, amikor az ember cseppfolyós nitrogénnel hűti, akkor keletkezik benne egy szilárd halmaz állapotú anyag, amit széndioxidnak hívunk, száraz jégnek. Szerintem ez nagyon szépen látszik, és ez a száraz jég sokkal tovább megmarad szilárd halmaz állapotba. Egy pillanatra kicsit csöndben maradnak, akkor lehet hallani, hogy ez zörög, tehát elkezdődött a széndioxid képződés, és ennek eredményeként rövidesen meg tudom mutatni, hogy mennyi széndioxid kell ahhoz, hogy egy ilyen léggömböt felfújjunk. A léggömb összehúzódása hihetetlenül jól sikerült, tehát ha meggondolják, akkor teljes egészében el lehet tüntetni. Ha az ember egy kicsit masszírozza, gyurkálja, majd kitépi a belsejét, így. Az a helyzet, hogy reggel levágtam a körmömet, úgyhogy egy kicsit nehezebb a dolog, de itt van a száraz jég, ami abból a gázból keletkezett. Ez persze nem annyira veszélyes egyébként, nem olyan túl sok ez, mert ez is porózus. Tehát, hogyha az ember akarja, akkor ezt meg lehet gyúrni, akkor egy kis hógolyót lehet belőle gyúrogatni, és hogyha az ember nagyon akarja, akár még egy kis hógolyóval megdobálhatja a közönséget. Na mindegy, szóval itt van, száraz jégről ennyit. A másik kísérlet, amit szeretnék megmutatni, a rakétás kísérletre gondolom még emlékeznek, és a rakétás kísérletet meg fogjuk ismételni úgy, hogy nem csak egy keveset fogok tenni bele a léggömbből a pillepalacba, egy nagyobb palackot hoztam, hanem ezt teljesen tele fogom tölteni, és úgy fogom lezárni dugóval. Tehát öntünk egy kis cseppfolyós nitrogént, így. Ezzel a nitrogénnel feltöltjük ezt a palackot, és akkor amit szeretnék megmutatni, nézzék meg, hogy teletöltöm. És ezt a teletöltött palackot fogom teljes egészében lezárni. Így. A dugó egy kicsit másmilyen lesz, mint amilyen volt idáig, ugyanis a dugó az át van fúrva egy csővel. Egy vastag falu cső. Ez azt jelenti, hogy amikor én lezárom, akkor ezen a csövön keresztül azért adunk lehetőséget a menekülésre. Ha valaki esetleg fényképezni akar, vagy videófelvételt akar, akkor most kéne bekapcsolni a kamerát. Érdemes megnézni, mert olyasmi, ami, hogy is mondjam, megismételni nem fogom, főleg azért, mert sokat kéne várni arra, hogy a cső megmelegedjen. Gyanítom, hogy megvan, ugye? Bocsánat, itt megállunk egy picit, és akkor, amíg mindenki bekapcsolja a kameráját, szeretném megköszönni a Simonyi Károly szakkollégium televíziós stúdiójának, a BSS-nek, azt, hogy itt vannak és közvetítenek. És amikor innen elmennek, és esetleg nem emlékeznek jól valamire, az ő honlapjukon, ugye a Budavári Schönherr Stúdió honlapján meg lehet találni majd ezt az előadást, amit egyébként most jelen pillanatban a Budavári Schönherr Stúdió honlapján látni is lehet. Tehát akkor ugye az fog történni, hogy a hevesen forró cseppfolyós nitrogént lezárom, benne elkezd növekedni a nyomás, és a nyomás növekedés eredményeként szerintem mindenki látja, hogy egy cseppfolyós nitrogénből készített szökőkutat lehet csinálni. No, a helyzet az... Kellemes, ugye ez a hőmérséklet? Ha kellemes ez a hőmérséklet, annyit szeretnék elmondani, hogy ez a
kísérlet ismét az energia átalakulásokról szól. Kicsit megvárom, míg elcsitulnak a fiatalok. Ugye az energia átalakulásokról szól ez a kísérlet. Gondoljanak utána, hogy amikor a cseppfolyós nitrogénnel teli palackot az ember lezárja, akkor elkezd benne növekedni a nyomás. Kész van. Köszönöm. Jó. Oké. Tehát akkor azt lehet tudni mondani, hogy a nyomás meg fog növekedni. Kivételesen ezt az egy gondolatot még szeretném a végig gondolni. Tudom, hogy már nagyon előre haladott az idő, de gondoljanak utána, milyen mennyiség keletkezik akkor, hogyha ennek a palacnak a térfogatát és a palac térfogatában levő gáznak a nyomását összeszorozzuk. Ugye az egyiket köbméterbe mérjük. Azért nézem, hogy megvan az anyag. A másikat pedig paszkálba mérjük, az a kettőnek a szorzata pedig éppen newtonmétert ad, ami nem más, mint newton szor méter, vagyis a joule, vagyis energetikai jellegű mennyiségről beszélünk. Ha 1/2 m² V négyzet sebességét veszük a csövön kisüvítő cseppfolyós nitrogénnek, akkor az is mozgási energia, és azt is zsúlókban mérjük. Az M/G/H úgy szintén zsúlókban mérendő, és a hőmérséklet, akár tetszik, akár nem, a hőmennyiség is zsúlókban mérendő. Tehát hőenergia, nyomásenergia, mozgási és helyzeti energiát láttunk egy kísérletben végig.